Sziasztok, üdvözlök mindenkit, hosszú idő után újra visszatértünk egy kis GTA Tuning videóhoz, és mai célpontunk ez az új terepjáró. Úgyhogy menjünk is el, megvásároltam már közben. Tudom, amúgy nagyon rég volt ilyen tuning videó, de hát újra be kell kezdeni. Sokat gondolkoztam azon, hogy mi lenne, hogyha live-ban tuningolnám, de az nem olyan. És utána mégis úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha egy ilyen kis, hát ilyen kis rövid kis 10, maximum 10-15 perces kis videó keretein belül meg tudunk nézni egy-egy autónak a feltuningolását, és igazából szerintem az mindenki számára könnyen emészhető és gyorsan belefér, akár a reggeli rutin mellett is. Na de, nézzük meg, mit tud ez az új csodálatos terepjáró, ami hát valójában belső látásra túl jó fékezési értékekkel nem... Baszki? Fékezési értékekkel nem rendelkezik, de hát... Kiderül, mit lehet belőle kihozni. Külsőre nekem van, aki elég megosztó lett amúgy. Szerintem valaki számára, van akinek tetszik, valakinek nem tetszik, úgyhogy igazából szokás szerint armort nem rakok rá, fék, hát, hát a fék sokkal jobb nem lesz, azt a kurveget. Na, nézzük, azt mondja, hogy ilyen rács, ilyen bazi nagy rács. Hát, hogy jó legyen. Nem tudom. Bullbar. Ez a bullbar így tetszik igazából. Nézzük hátra, milyen van. Ez ilyen lámpa. Van chrome. És előre miért nincs chrome? Secondary bullbar. Hát inkább ez legyen, és akkor előre is viszont akkor a bullbárt akarom rakni. De nem ezt az ormótlan. Ez is kicsit ilyen... Mondom, hogy inkább ezt ilyen kis másodlagos színnel. Oké, vagy illetve elsődleges színnel. Megnézzük, mit lehet belőle. Azt mondja, a motor egyértelmű. Exhaust. Nézzük. Katonai csillagos. Ez kell ide. Én nekem ez kell ide. Így. Nekem ez jobban tetszik. Explosert nem rakunk bele. Doors. Hogy van ez? Ott van egy alul egy rács, itt meg... Tudom. Hát... Nem tudom, nézzük meg ezzel. Nem tudom, ez a gyári BMW viszont tetszik, hogy ott van a márka jelzés. Utility hood, nem rossz. Dudát. Dudából ilyen kamion dudát rakjunk bele. Ez az. Ez kell ide. Igen. Azt mondja, lights, headlight, nyilván xenon. Neont nem rakunk alá, livery. Jó. Ez a koszos. Aha. Hát, hogyha a livery-t akarunk rárakni, akkor viszont kell az ajtó. Aha, kell az ajtó. Az ajtó. Az kell. Nézzük, milyen library-k vannak. Ez a katonai mintás. Két kamó, három kamó. Mi ez, valami fű minta? Nem tetszik. Valamelyik kamó. Nézzük ezt a terepmintát. Valami. Black, igen, így.
Trispray. Várjál, mik van mielőtt? Még színre rámegyünk, Roll Cage. Ja. A hátsó. Hát ez legyen a secondary. Nézzük meg, hogy így. Így milyen. Roof. Nem tudom, nekem ez így tető nélkül. Stock roof, az nem... Ne! Hm. Egy ilyen secondary-vel próbáljuk meg. Nem, ezt viszont... Ezt viszont most nem ültetem le, basszus, egy terepjáróról van szó. Váltó, természetesen. Ez hol változtat? Track bed. Ja! Ah! De ez a sima rács, nem tetszik. Turbo, egyértelmű. Wheels. Wheel type, ez egyértelmű, hogy offroad kell rá. Hát, csak... Csak nagyon... Nagyon offroad téren sok lehetőségünk nincs. Súv, nézzük még a súvak. Ó, hát az hogy nézel ki? Jó, hagyjuk. Offroad, mindenképp offroad kell. Hát nem tudom, jobbat nem tudok kitalálni. És ugyanez Chrome-ba. Legyen ez. Megnézzük, azt mondja, wheel color. Egyértelműen fekete. Vagy ilyen. Ah, még nem tudom milyen lesz. Viszont kell a golyóálló gumi. Ez nem lényeg. Na, akkor nézzük szín. Nézzük meg ezt, és secondary-nek ilyen kis kávécsoki. Háj, milyen lenne jó hozzá? Rózsaszín persze az. Bronz. Chrome. Persze.
Még inkább nem. Nem tudom, ez a... Ájjájjájjájjáj. Oliva zöld, aha. Hát annyira nem. Bajban vagyok, volt egy elképzelésem, azt hittem, hogy jól fog kinézni, de... De hát nem. Grafit szürke. Ez a Anthracite Black, és akkor... Erre viszont... Kicsit megpróbáljuk valami zöldes árnyalattal megbolondítani. Ezek már blue. Sea green. Nem. Nem. Én azt mondom, hogy ez így nem olyan rossz. A fekete kerék marad. Nem is mondanám azért olyan túl különlegesnek, de viszont egy ilyen, hát inkább egy ilyen sivatagi terepjárónak tudnám ezt most így elképzelni, így tető nélkül. Hogy mit tudom én, például Afganisztánban ilyen támogatójárműben tudnám ezt még elképzelni. Úgyhogy így nagyjából nekem ez az elképzelésem van. Még a felnin lehetne kicsit változtatni. Hol a wheel? Azt mondja, hogy... Wheel color. Nem, maradok a feketénél. Na! Nézzük. Végül is! Olyan lett, amilyen lett. Viszont a fékei tényleg nem a legjobbak. De viszont annak ellenére egész jól megy. Jó a hangja. Jól irányítható. Hoppa, viszont a fék az rettenetes. Azt tényleg el kell ismerni, srácok, hogy ez rettenetes, ez a fékrendszer, ami ez alatt van. Láttam már jobbat is. Hoppá. Jó van, összetörjük mielőtt beérünk vele. Jó, mondjuk mindjárt megnézzük itt terepen felfelé. Hoppá! Viszont ahogy látom, annak ellenére a típusához híven gyerekek, ez megfelelő tempóval megy felfelé az emelkedőn, ahogy kell, tapad, nézzük meg el, aha, teljesen jó, úgyhogy ez egy, mutatjuk azt, hogy ez egy faszaterepjáró,
és opa, és elég egyedi formája van szerintem, bár annak ellenére tényleg elég megosztó, ahogy láttam a fórumokon és a csoportokban, hogy az emberek hogy vélekedtek erről az autóról, valakinek tetszik, valakinek nagyon tetszik, valakinek pedig nagyon nem. Hoppá! Azért a nagysebességű kanyarodás hagy maga után kívánni való, de hát tudjuk, hogy ez nem egy sportkocsi, nem is annak készült, ez egy királyformájú kis terepjáró. Hoppá, átmentünk a tüzön. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy nekem tetszik. Jaj! Úgyhogy én a mondó vagyok, hogy elégedett vagyok ezzel a kis terepjáróval. Sajnos legrosszabb időben sikerült kihozni a garázsból. Mennyi az idő? 22-23. Úgyhogy ha még egyszer körbenézünk itt a készletben, vagy a fegyverek között. Ha lenne itt van az elemlámpám. Úgyhogy én azt mondom, hogy összességében elégedett vagyok a formájával. Úgyhogy srácok, fiúk, lányok, köszönöm szépen a figyelmet. Remélem tetszett, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Ugyanis sok elmaradásom van a tuningok terén, és viszont szeretném most már beharangozni, hogy mivel ugye megint lement egy nagyobb autódömping, megint eltelt egy hosszabb idő, szeretnék majd egy újabb garázs bemutatót csinálni, hogy milyen újabb autókkal bővült a készletem. Úgyhogy hamarosan találkozunk egy következő tuning videóban. Addig is legyetek jók, sziasztok!